Ki vagyok én, honnan jöttem és hová tartok? Hogyan tudok kapcsolódni önmagamhoz? Hogyan tudok kapcsolódni másokhoz? A felmenőimhez, az utódaimhoz, a barátaimhoz, hozzád. Szia! Kocsor Erika vagyok, ez pedig itt a Talált tárgyak titkos trezorja. Nagyon szeretem a Ló herceglány meséjét. 2 hete már bemutattam belőle egy rövid részletet. Nagyon sokan jelezték utána, hogy szívesen megnéznék a teljes filmet, aminek nagyon-nagyon örülök. Nos, akkor következzék Sarungi Emőke és a Kikoa társulat teljes története. A Kikoa szuahéli szó. Azt jelenti közösen csinálni valamit, közösen főzni és enni. Sarungi Emőke apai nagyapja a mai Tanzánia területén élő Luo törzs királya volt. Emőke Magyarországon született és sokáig alig volt kapcsolata az afrikai kultúrával. Élete egy pontján úgy érezte, muszáj megkeresnie afrikai gyökereit, hogy megtalálja önmagát. Ehhez a barátai segítségét kérte. Így született meg a Luo herceglány meséje Kalákában, Kikoában. Sírással kezdődik, de nevetés lesz a vége. Félhetünk, csak közben lépjünk tovább. Mint ahogy most félek, és így megyek tovább ebbe a történetbe. Hoztam neked valamit. Mit hoztam? Csinálunk valamit. Azért kérdeztem, hogy valami. Izgulom. Még festéket is hoztam, hogy meg is festheted a felületét, ha akarod. Én? Te, persze. Soha... Barnát, feketét, te szín. Soha nem készült maszkóra. Minden. Gondoltam. Így. De azt honnan gondolt? Hát előbb-utóbb, akivel így kapcsolatban vagyok, készül maszk. Csinálok róla. Elég sokat csináltam. Még nem voltunk ilyen. Nem, még ilyenben nem voltunk. Jó, kell valami kendő, hogy így hátra fogjuk a hajadat, nyakadba kell valami, meg ebbe egy kis víz, semmi más nem kell. És mi van, hogyha most kiderül valami, ha mazol, hogy mi vagyok én? Nem fog kiderülni semmi, csak látni fogod az arcodat belülről. Az még nem történt. Profilt. Az arcodat, azaz egyre erős, teljesebb grimaszokat vágjál. Attól ne ijedj meg, hogy ebbe a pihe arc szőrbe így bele ragad a géz, mert hogy itt van, kész. Kés nyithatod. Tessék. Hát volt egy gyerekkori álmom, ami arról szólt, hogy egy laborba megmostam az arcom, és kifehéredett, képzeld el. Tényleg? De ilyen, tehát a bőröd?
Szeretted volna? Ezek szerint igen. Most már nem, de akkor igen. Aha. Az pedig elindít az ösvényen, tehát ez valahogy az ösvénynek az őrzője. Az erőt képviseli, a védelmet, amit magunknak csinálunk, és azt a fajta erőgyűjtés és regenerációt, ami ahhoz kell, hogy amit elkezdtünk, azt végigvigyük. Az én emlékeim szerint fordítva szokott lenni, hogy róka, farkas, medve. És akkor, hogy az emő megfordította. Medve, farkas, róka. És amikor elolvastam ezeket, akkor ráéreztem ennek a értelmére, hogy miért van ez, miért lehet ez fordítva. Mert te azt gondolod, hogy ez a három állat férfi? Te mondtad, hogy ugyanaz játsza az állatokat, aki a fiút. És akkor én mondtam, hogy nekem az a három, a medve, a farkas és a róka, az én történetemben, tehát a saját személyes történetemben is három férfi, igen. A hüvelykújjaddal, ha ide fogod, akkor. De szép vagy. Igen. Nézd meg. És mi szép bennem? A szemed. Szép a szemed. Szép az orrod. És még? Szép a szemed. És még? Szép a ruhád. Üdvözöllek, tudom képzelni, hogy egyszerűen a hegy fordul ki. A sarokba. Tehát mert ebbe pont az a jó, hogy tehát bármi lehet, bárhogy a gravitációt, meg a mindent el. Mindent el engedhetsz igazából. Csináltam egy ilyen kis dobozt, amihez igazából sötét kell, hogy tehát egy ilyen kukucskáló doboz, csak a hangulata miatt nézzetek bele. Látjátok, milyen intim mindenki lecsek. Ez a leselkedés. Én ezt tudom, hogy nagyon pszichológusos lesz, amit mondani fogok. De hogy az, hogy a medve van az első szinten, igaz? A szája puha Igen. fészek, a farkas a második Igen. szinten, a gyomra a puha fészek. És a rókának a farka a puha fészek, az teljesen leképezi azt, ahogy az embernek a Freud szerinti pszichoszexuális fejlődése létrejön. Mert hogy az első az orális, a
szopás, az evés, étkezés, aztán az anális, meg a fallikus. De ebben az az érdekes, hogy én nem gondoltam át, neked meg valószínűleg eszedbe se jutott. Mikor? Mikor megcsináltad, hogy száj, gyomor is. Igen, te meg a sorrendet. Én meg a sorrendet, igen. Hát akkor úgy tűnik, működik a világ szerencsére. Én meg azt akarom mondani, hogy tényleg fontos lehet ez a mi ijedelmünk. A mi ijedelmünk? Igen, hogy megijedtünk attól, hogy ő megijedt. És hogy ezt ki kéne használni, hogy pont a farkasnál ijedtünk meg. Hogy akkor lehet, hogy ezt érdemes lenne. A dramaturgiába? Igen, beépíteni ezt a dolgot. Mert ez most így előjött, tehát tudatosan ezt. És akkor valami hasonló dolog jöhet a rókánál, meg valami hasonló más, de erejében a medvénél. Tehát, hogy a farkasnál valahogy behozni ezt az élményt. Amit ti képviseltek ebbe, az valami nagyon ilyen kivonata a férfinek és a nőnek végül is. Azt hiszem, hogy ez a... Tehát valami minőség, nem anyag, vagy nem szó, vagy nem... Szóval egyfajta nősége annak a két pólusnak. Így föl, és akkor így le. Csak onnan jött volna egy ilyen fejes. Már nem emlékszem. Az. Ja, ez lett volna az emelés. Így jössz, és akkor vagy én jövök valahogy így. Már nem emlékszem, hogy vagyok. Így, és akkor így jövök, és innen nem emelnél meg, hogy hopp. Ha nem gondozzuk azt, ami megnyilvánul belőlünk, legyen az egy tea vagy egy rajz, akkor magunk se vagyunk fontosak magunknak. És valahogy ebben, amikor megérkeztem, akkor eldöntöttem, hogy elkezdek lépéseket tenni. De eddig a pontig semmit nem tudtam. Tehát azért azt lehet mondani, hogy úgy le voltam bénulva. Miért hívjak föl embereket? Most miért győzzem meg arról, hogy ez egy jó dolog és hogy érdemes? Neki miért lenne érdemes azt csinálni, vagy abban részt venni, ami én vagyok, ez egy ilyen igazi kérdés lett. És azt éreztem, hogy ha én nem hiszek abba, amit csinálok, akkor nincs kapcsolat sem. És hogyha nincsen kapcsolat, akkor nincsenek tanúk egy olyan folyamathoz, ami végül is a mi létünk. Erről szól egyébként az egész darab, hogyha van kapcsolat, és hogyha vannak tanúk arra, ami te vagy, akkor vagy, és akkor látod meg magad igazán. Nekem a szépség ennek a történetnek, hogy olyan kapcsolatok születnek ebből most, amiben megtaláljuk magunkat. Tehát én valahogy ebbe hiszek.
ebbe hiszek. Mi az, ami mondjuk úgy is maradna? Valamilyen erős drót. Tehát én ilyen sodrony, vagy nem tudom mi. Hát meg ami nem íródik el. Valamiket leírni, lerajzolni, megtervezni. Tehát, hogy ne csak a fejünkbe legyen, meg ne csak itt szóbai, hanem hogy legyenek meg. Vagy leírva, lerajzolva, vagy lefotózva. Hangszer, zenész, CD, lejátszó, de jó hangosítás, világítás. Az afrikai kultúra és az én kapcsolatom nagyon foglalkoztatott, hogy hogy tudom be emelni egy másik földrész több évezredes vagy évszázados hagyományát a saját életembe, miközben én itt nőttem föl. Magyar vagyok. A lelkemben viszont egy csomó olyan dolog megjelent, ami nem csak ide kapcsolódott. És hát egy ilyen üzenet volt ez az álom, amiből kiindul. És amikor ezt átgondoltam, vagy megértettem ezt az álmot, akkor éreztem, hogy fontos lenne ebből egy sét csinálni. My dream is about a little girl who's started to find the happiness, you know, and met some people and some animals, and in the end he finds herself, you know. Wow! And I want to see that. Yeah, really. I love to ask you to put your music in the tale, in the performance, if it's possible. Anyway, I would do it. Yeah. Yeah. Sure, we can. Yeah. Because it doesn't work without your music, you know. Let's do it. When I had this dream and I wrote this tale, I was see the performance and heard your music. I give you my email and my address, and you know, if you hear anything that I could do, I'd be more than happy to do it. This is the fifth time I'm happy tonight, you know. Thank you very much. It's a beautiful story. Yeah, thank you. It's always a beautiful story. Also, to remind people all the time how beautiful is life. You know, you can always find a way to make your life beautiful. You know, Even in a difficult moment. You know. Amit csinálok, zavarja a bábosokat, táncosokat. Ez a vászon az, igen, amit látod például, ez milyen jó tartása van, Zsuzsa? Megfújta. Ez egy kimaradt mellénynek az eleje. Csak beraktam, hogy... Ez az anyag, amit adtál nekem? Aha. Engem majd az emelésnél. Gondoltuk is, hogy ez nagyon sokat fog változtatni, főleg amikor, így, vele, hogy nem amikor találkozunk, akkor mindenképpen
Tehát az egy ilyen változékony. Amikor áthozom, akkor is a... Tényleg a hintánál érdekes lesz, hogy ott lesz egy arc, aztán a Kata arca, és aztán még négy egy arc. Négy arc lesz, igen. Na, jó. Szerintem. Az így jó. Nézd, és ahogy ő most például domborított az előbb, az áll alatt kijött a fény a bábnak. Nézd! Jézusom! Na látod? Milyen jó volt az meg. Kell az az akaratosság. Látod, milyen fénye van? De úgy, jön a fejedből. Így kiáramlik így a... Látod, ahogy betegye meg őt. Aha. Valahogy ilyen nagy nyugalom szállt meg, semmi más választásom nincs. Csak elmondani azt, aki vagyok, vagy amit gondolok, és ekkor nekik is elkezdtem merni megmondani, hogy ehhez és ehhez ragaszkodok, ezt és ezt így látom a fejembe, és ezt akarom viszont látni. Tehát megszűnt az az udvariaskodás, ami azért egy fél évet jellemzett, hogy mit gondolsz, igen, hát talán próbáljuk meg, és akkor mindenki hazavitte a saját gondolatait, és otthon leszűrte a tanulságot, és valószínűleg mindenkinek megvolt a maga kényelmetlenség érzése, de hazavittük. És most elkezdtük kimondani, és amikor a táncosok először fölpróbálták ezeket a fehér maszkot, bunrakubáb alakokat, olyan kényelmetlen volt, furcsa volt, mindenki úgy feszengett. Nem is tudtunk mit mondani rá, ugye? És eldöntöttük, illetve a Kata kért a táncos lány, hogy színesbe, tehát hogy ő színesbe akar táncolni, hogy neki most már kimeri mondani, nem jó ez a fekete-fehér. Megvannak az anyagok, nagyjából alakulnak, most remélem elhozza Andrea, és visszanéztem azt a felvételt, és gyönyörű volt. És gyönyörű volt a fekete-fehér, és teljesen el vagyok újra bizonytalanodva, és nem tudom, hogy ezt hogy mondom a többieknek, hogy én lehet, hogy mégis fekete-fehéret szeretnék. A karjukra egy olyan lábszárvédőt az alkarra. És azt lehet ebből esetben? Hát szerintem jó, hogyha a nadrágnak az anyagából van. Abból van, nem? Zsuzsa, ugye? Na most kérdés, hogy arra lehet-e vetíteni, vagy pedig legyen a végső táncra más ruhájuk, mint a sebes táncra az elején. Ezt ki kell próbálni, ezt ki hogy kell látszak próbálni rajta a sebet. Mert ezen még, mondjuk ez a báb. Ez a bunrakó. Mi lenne, ha Rójának lenne egy sárkány maszkja? Ami egy olyasmi hangulatú, mint az árnyálatok, csak megjelenik térben, de nem olyan maszk, ami a mellkasukon van és a bunrakó, hanem a fejére lenne valahogy szerelve, és abban táncolna. Mert hogy azt gondoltam ki, hogy az a dinamikus tánc, amit a Robinak meg a Macának a zenéjére csináltak, az akkor lenne, amikor a sárkánnyal találkozik, lebeszélgeti, de lehet, hogy ezt végigmondom, lebeszélik a beszélnivalójukat, és utána ők táncolnak egyet. Mozgásba utána megy, érted? Így meg megeszi? Jó. Ehet is. Hát ne. De azt is meg tudja csinálni, hogy a farkas szemével néz. Ust. A lány. Az melyiknél volt? Hát valamelyikhez berakhatjuk. Az, hogy valami megtörténjen, vagy így elkezdjen látszódni, nekem legalábbis mindig
úgy sikerül, hogy igen, hogy egyedül vagyok. Abszolút. Mert emlékszel egyszer, amikor arról beszéltünk, hogy melyik állatot ilyen kapta, emlékszel? Aha. És mondtad a farkast, és hogy magányos farkas, de hogy én abszolút nem, tehát nem látlak, vagy nem érezlek annak. Miközben találkozunk, meg ezt csináljuk. Mert ismered azt a kifejezést, hogy jól disszimulálok. Nem. Igen. Ezt akarom mondani, hogy én ezt úgy írtam le, hogy lassan, de lendülettel lecsúszik. Én attól kiborulok, igen. Nem bírja idegen. Nem bírja idegen. De ide nem mehet farkas, mert... Nem lehet kibírni, mert itt... Figyeljétek, képzeljétek el, hogy elindul egy gyerek az erdőbe, és találkozik egy madárral, akiből farkas lesz. Ez iszonyú. Legyen őr, csak bírjuk el. De figyelj, itt a madárral találkozik. És nem most találkozik a farkassal. De ez most csak egy tárgy. Az egy madár. Az egy madár, csak az egy... Az egy farka. Nem az le. De akkor most se legyen. Én nem is akarom. Köszönöm szépen. De igaziból én hálás vagyok ezért. Az jó a feje, a szemén, ahogy elgyűl a fény. Megtöbbenébb. Ki vagy te? Ki vagy te? Az én rejtekemben. Az én rejtekemben. Minden egyes kérdés felelhetőből is távolodjon egy kicsit. Itt az összefokozástól, meg a lány is jó. Tehát azt mondja, hogy di-di-di-di, csak ez erre kell majd igen, ezt kell találni. A káoszban nem lehet rendet így hirtelen. Uh-huh. Ki kell, hogy jöjjön, hogy értelmes is legyen a mondat. Tehát, hogy mindig túl próbáljátok kiabálni, vagy van egy kis ilyen erőtolás, hogy elhalkul, mikor így belekezd a másik, akkor egy kicsit visszahúzza. De aztán ő is újra elkezdi mondani, mint a másik. Jó, ez jó ötlet. Tehát, hogy ne az legyen, hogy így föl... Jó a fokozás, jó. Meg kell. Csak lehet, hogy azzal a halk erősebb jó. Tud lenni, hogy de hát a sárkány akarta, hogy a... Én itt teljesen ki vagyok ürülve. Tehát, hogy így érzésben, meg fizikailag, meg gondolatban egy teljes nullponton. És a darab abszolút fragmentálódott most. De lehet, hogy ez normális. Uh-huh. Vagy én semmit nem látok egybe. Tehát amennyire összeállt a szinopszishoz minden, ami is akkor így lement a fejembe, meg tudtam, jöttek a gondolataim, meg az érzéseim, meg így láttam a fejembe, most így minden darabokra szétesett. Nekem az adrenalin, amit kijön a fejem tetején, tehát alig bírok beszélni.
Úgyhogy majd egy pár óra múlva cseng le, nem tudom, hogy... De és te vitte, érzel valamit? Hát persze, baromi nagy pánikot. Uh-huh. Mert most indult a zene, uh-huh. az árny. A hangok, a beszéde. Uh-huh. Minden. Nincs, még nem is tudom, mi lett volna, ha most összeáll valamit, ez egy csoda. Most csinálok először magam. Árnyat? Igen. Igen? Vagy magad? Mi? Magamnak, magam. Darabot? Igen. Mert hogy eddig? Nagyjából a te ötleted, vagy az is hát benne igen, de hát jó, hát persze, a bábszínházban vannak részek egy darabban, de hát azt mindig, érted, olyan emberek kitalálják, akik ehhez értenek, és akkor hát azt mozgatják a bábszínészek. És ennyi. Hát, tehát érted, én is csak az, amit, mint anyám, mikor otthon főzött, én meg a répát pucoltam, tehát ilyen, meg a krumplit, tehát kuktáskodok. Most meg szakács voltam, hogy mondjam, tehát első főztömet egyetek meg. Nagyon szép. Ilyen olyan, mintha sírna, olyan érdekes. Látod? Jaj, de szép. Esküvő van. Én most innen felállok egy pillanat. Ne, maradj! Olyan, mint ebből születtél volna. Jó, oh, úristen! Igen! Teljes egy csődő lehet. Jó! És tényleg. És tényleg. Szia! Szia! Boldog szépen napot! Köszi! Az előbb sírva fakadtam, és hát ezt nem tudtam, hogy így fog ez rám hatni. Akkor úgy meg is ijedtem, hogy mi minden fog még történni velem, de aztán most így egyre vannak a szüleim. Tehát hogy az az érdekes, hogy nekem az emlékemben nincsenek együtt a szüleim, tehát én nem emlékszem arra az időszakra, úgyhogy valószínűleg azért hatott ilyen érdekesen rám az egész, vagy hat. Szerintem ebből csinálj olyan kígyót. És szerintem elég lesz, mert más színű látszani fog. Jó. És akkor ezt meg... Ezt is sodorja? Nem. Én amikor egyedül csinálok valamit, akkor bizonyos értelemben magamra maradok, és kevésbé érzem magam biztonságban, mint amikor együtt vagyunk. Tehát olyan, mintha valami újfajta egyesúly tudna megszületni, amikor együtt vagyunk, és ettől valahogy biztonságosabb. Össze kellene mérni. Figyeljetek, össze nézzük kellene meg, mérni. A másik. Nézd már, hogy... Aha. Ide hozzam a másikra. Tartsuk meg igen. Egy kicsit. Most egy picit csak tartsátok meg. Hú, ez olyan, mint valami köncsebbek. Aha, tényleg. Kőből köncsebbek.
napokba bebongol. Weke ya muna papa pula lambo kwenye kwale. Nabi masuma ponda pobe na wapola minyani. Teljesen abban vagyok benne, hogy ez a darab, meg ami körülötte van, olyan lett, mint egy önálló lény, mint egy élő lény, és diktál. Tehát, hogy így olyan, mintha etetni kéne, és törődni vele, és nincs megállás. Tehát, hogy így lakóta rohanok, futok, hol a díszlethez veszek anyagot, hol telefonálok, hol megnézem a koreográfiát, hol a stúdióban a zenét ellenőrzöm, és így... Hát így nagyon furcsa, de tényleg olyan, mintha nem én uralkodnék az időm fölött. És nagyon különös érzés, de nagyon jó. Hogy az anyuka meg az apuka családfája rajta legyen. Ő az apafa, anyafa, az apa, anya. Hol van az arca az anyuka? Én állam, jó. Igen, és ők a lánytestvére. Ő a főszereplő lány, ő az anyuka, hajoljál meg anyuka, jó? És ő pedig a fiú testvér. És azt szerettem volna, elküldtem az összes testvéremnek a forgatókönyvet, és mondtam, hogy ők is benne lesznek, és ez nagyon érdekes így látni. Milyen? Nagyon jó. Olyan, mintha a talpamból jönne föl valami erő fölfele. Jön föl. Ez tényleg. Nagyon nagy erő, nagyon. Most éreztem újra azt, amit hónapokig, vagy egy fél évig, hogy amikor a darabbal történt valami, akkor bennem állandóan történt valami. Tehát akkor is, amikor megszületett egy figura, amikor valaki változtatott rajta, amikor jött egy úr, akkor mindig én magam úgy éreztem, hogy bennem történik valami. És akkor ez télen így átfordult, el tudtam tőle távolodni, és azt éreztem, hogy most ez egy színdarab, amiből egy jó darabot kell, hogy együtt csináljunk, és hogy ez fontos, nekem is, nekik is, mindenkinek. De most, ahogy a fákkal kellett volna foglalkozni, így szerintem ott kezdődött az, hogy így elkezdtem nem annyira enni, mert így szóval nagyon furcsa volt. Hogy lehet, hogy ezen nem látszik? Annyira. Azon meg látszik. Igen, igen, ezt én is nézem, de vagy csodálkoztam rajta. Nézzük meg ezt a kéket, nem lehet, hogy a kéken volt rajta? Nem. Nem. Annyira beszédes ez a tolakodás, hogy én. Vagy akár a másik kéken. Én. Tehát ez a hova teszem magam, elé, mellé, fölé, mögé, honnan lépek ki. Tehát azok a viszonyokat egy nagyon egyszerű pontokkal jelezni. Ennyi, nézd. Csak egy nagyon pici. És már. És elé, vagy mellé, vagy mögé. Mindjárt hozok egy tükröt, hogy lássátok. Jó, az jó volna. Ide. Az jó volna. Most már tiéd az erőm. Ez a törvény a hegyen.
Ennyi? Ennyi. Jaj, már ez nem kevés. Nem. Tegyünk már még valamit. Ennyi. És hogy vagy? Nem ismerem azt az utat, amiről te beszélsz. De tudok beszélni egy másikról. Amikor tavaszodik, hírül viszem azt, amit érzek. Elmesélem az erdő fáinak és vadjainak, eléneklem nekik az élet illatát, őszig. Aztán elindulok olyan utakra, ahol nincs ott a tél. Madárkám, madárkám, csináltatok miket? Mi már bóka ickát, ezüstből vad rúcskát. Sínesodok neked, zsemje cipó tenne. Zsemje cipó tenne, muskogákból. Izgulsz? Igen, de ilyen jól ilyen kis kacskaringok jönnek fölfel a lábamon. És ha elesek, akkor mit csinálunk? Mi van akkor, ha elesek? Leállítjuk ezt. És ha elesel semmi, akkor, nem, az akkor, van, az van, hogy... akkor ti fölsegítenek. Igen, igen. Tehát mi a szituációban lennénk. Mint a direkt lenne, és jó. Ne pattanj fel akkor. Jó, és jó. És ne kezdjen nevetni. Nem, semmit. Meg hogy hoppá. Azt szerettem volna, hogyha az hangsúlyt kap, hogy az anyukám volt az, aki azért felnevelt. Nem, egyáltalán nem beszélek. Egyáltalán semmi. Nem ijeszkedj, nem emőke, az nagyon kell. Emőke, az elején muszáj, ha sírsz, akkor sírsz. De most mi az elején beszéljek, vagy elején? Az a szöveg, az a szöveg, ezt el kell mondanod. Muszáj, hát azt nem kell. De így, hogy itt van az anyukám, én ezt nem akarom. Nem, emőke, nem szabad. Emő, ne harbi. Édes madzagot, nem szabad. Nem szabad, hát most érted. Na jó, azt hiszem. Egyet körbe megyünk, aztán megállunk. Tüneményes madár vagy, puha a tollad, csillogó vagy, mint egy igaz történet. Közel jöttem hozzád, hogy megkérdezhessem, melyik úton jársz. Vagy valahogy én nap megőled, akkor egy csilló képvagyárék a kap. Vagy a nejámmal állott túl vagy, jó van így, de nem tudom, hogy oldog. Csillő, jöjj, gázomátok, én dobok, jó. Ki vagy te? Ki vagy te? Az én rejtekemben, az én rejtekemben. Ki vagy te? Az én rejtekemben.
vagy te? Ki vagy te? Az én rejtekemben. Ki vagy te? Az én rejtekemben. Hoppá! Most már tiéd a ravasságom. Ez a törvény. Mégis félek. Tiéd a furfangom. Mégis félek. Tiéd az ügyességem. Mégis félek. A félelmemből erő, szívóság, furfang hogyan lesz? A félelmemből hogyan lesz erő, szívóság, furfang? Mennem kell. Mennem kell. Szerint a hegy túloldalán minden más. A sárkány furcsa, hol mosolygott, hol vicsorgott. Köszönet a szüleimnek. Édesanyámnak és édesapámnak. Andika, sajnos téged szólítanak. De visszaadhatod. Téged szólítok, aztán átveszem. Köszönet a szüleimnek, édesanyámnak és édesapámnak, akik találkozásukkal és szerelmükkel igent mondtak az életemre. Ebben az európai kultúrában nagyon sok rituál és sok ilyen fordulópontot segítő szertartás eltűnt. És én valahogy azt éreztem egy néhány éve már, hogy muszáj magunknak megteremteni ezeket a szertartásokat, ami lehet, hogy kultúrától független, vagy nem része semmilyen hagyománynak, csak szervesen része a mi saját értünknek. És valahogy ez a mese számomra egy ilyen rituálé. Ezeknek a szertartásoknak vagy rituáléknak az is egy fontos része, hogy valahogy ezt másokkal együtt, vagy másokkal megosztva tegyük. Tehát, hogy ne maradjunk azzal a fordulóponttal egyedül, amivel éppen küszködünk. És hát most, ahogy elindult ez a munka, most én ezt értem meg. És ez nagyon, nagyon jó élmény volt. We know well then, we sing it to me when I do it to Bola Nigam Atit Ibam Tondiwa
tetszett a videó, nyomj egy lájkot. Ha pedig kíváncsi vagy a következőre, akkor iratkozz fel. Hamarosan ismét hozok egy izgalmas, talált tárgyat, egy újabb, inspiráló történetet. Írd meg a véleményed, nyugodtan kérdezz, én szívesen válaszolok. Köszönöm a figyelmed. Viszlát!